Az intenzív mezőgazdaság fontos és meghatározó része a műtrágya felhasználás. Ez elsősorban rövid távon van ráhatással az adott év termés eredményére. Másodszorban meg kell említeni, hogy a nem megfelelő műtrágya felhasználás pedig a talajink romlását is előidézi. Két oldalról lehetne ezt megközelíteni. Az egyik az, hogy milyen műtrágyát használunk fel, tehát ami a talajink számára nem okoz elsavasodást és nem okoz savanyú talajokat a végén, másik oldalról pedig a humusznak a megtartását, mennyibe szolgálja a tápanyag visszapotlásunk. Ez pedig a jövőnket tudja megenni saját magunk alól. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szántóföldi növénytermesztéssel vagy a ráépülő állattenyésztéssel a mezőgazdaság egy komplex rendszer, nem egyes elemeivel kell külön foglalkozni. Ez egy önámítás, hogy egy műtrágya visszafogással tudunk dolgozni. A legalapvetőbb termelési eszközünket engedjük ki a kezünkből. Ha nem etetjük a talajt, nem etetjük a növényünket, nem okszerűen gazdálkodunk, akkor nem is tudunk várni normális termés eredményt. Lehet spórolni ma már, hiszen nagyon jó gépek vannak, és meg lehet takarítani a vizet, nagyon sok vizet meg lehet fogni egy okszerű talaj műveléssel. A vízgazdálkodás nem csak azt jelenti, hogy megtartjuk a vizet, hanem figyelembe kell vennünk a klímaváltozást is, ami évről évre szélsőségesebb, hosszú száraz időszakokkal és vízözönszerű esőzésekkel. A helyes talajművelés és táplálás szorosan összefügg a vízgazdálkodással. Erre szolgált ez a csatorna rendszer, ami ki volt alakítva. Az, hogy voltak, és egyre kevesebb csapadékunk van, és aszályosodik a klímánk, nem látták a gazdák szükségességét ezeknek az árkoknak a rendbetételére. De lásd, az elmúlt években nagyon sok tévé riport szólt arról, hogy egy falu töntött el, kilépett egy kis patak, ami soha nem lépett ki, mert olyan árvíz volt. Mi is tapasztaltuk, rajtunk is végigment két mikroárvíz, ami nagyon-nagyon komoly károkat okozott, még úgy is, hogy rendben tartjuk az árokrendszert ott, ahol tudjuk. A levezetéshez szükséges, hiszen a növény nem bírja el, nevezzük lábvíznek, nem bírja el a lábvizet, mert abban kipusztul. És hogy egyszer már megfogta, akkor onnantól búzát ott jó minőségben nem lehet termelni, kukorica úgy, ahogy elviseli, de az is meg fogja sínyelni, a napraforgó meg szét fog rohadni, és ott lesz a földön egy hét vízállás után. Tehát a vízgazdálkodás és annak a műszaki háttere az rendkívül fontos ahhoz, hogy megfelelően lehessen gazdálkodni ezeken a mélyfekvésű területeken. Evidens ez nem a dombtetőn fog megtörténni, de hát Magyarországon hál' Istennek van kapos folyó, van másik, sorolhatnám is ebben, nagyon-nagyon sok jó minőségű föld van ott mellette, csak rendbe kell tartani a műtárgyakat. A pozitívan, komplexen és környezettudatosan gondolkodó dombóvári vállalkozó két elvet kombinál évtizedek óta a sikerhez. Az előre gondolkodást és az újító technológiák kutatását, tesztelését a mezőgazdasági gépesítésben.